Az Ápoló klubban tartotta sajtótájékoztatóját a Dunaszla DTK férfi kosárba csapata. Nehéz év van az együttes mögött, és a következő sem lesz sétagalop, de a biztos anyagi háttér és az elvégzett munka mindenképpen bizakodásra adhat okot. Dr. Homoki Tamás is ezt erősítette meg beszédében. Minden nyáron egy elég komoly kihívás a csapat vezetésének, szakmai vezetésnek egyaránt, hogy egy olyan csapatot hozzon össze, ami ütőképes lehet a következő szezonban. Azt is látnunk kell, hogy óriási nagy különbségek vannak a kluboknak a anyagi lehetőségei között. Ebből a szempontból Kecskemét nem áll az élen, de azt lehet elmondani, hogy egy stabil, állandó költségvetésű, stabil hátterű klub volt, jelenleg is az, és azt gondoljuk, hogy lesz egy jövőre is. A Dunaszla 13. éve, a DTK pedig 5. éve a két főtámogató, a névadó szponzor. A kezdetek Stojannak köszönhetőek, aki meggyőzött minket, hogy támogassuk még az első években. Szerintem az archívumból ki lehet keresni azokat a fotókat. Akkor is ilyen magas volt mellettem. És én azt hiszem, az elmúlt évtized egyértelműen bizonyítja, hogy valóban egy csapat vagyunk a kecskeméti kosárban. Több mint egy évtized szerintem kötelez minket. Próbálunk a lokálpatrióta módon olyan csapatokat támogatni, amik természetesen a mi közelünkben vannak, és a Kecskeméti KT az abszolút az. Két 18 éves kosaras aláírásával 17 kecskeméti rendelkedik most már a szövetségnél regisztrált játékos engedéllyel.